I love Oscar. Szerbusztok, kedves emberek, én Oscar vagyok, és ez itt az emlékcsavar végigjátszásomnak a másik része. Megint icaka van, még nem olyan túl késő, 9 óra múlt, szóval, vagy vaja, lehet még nincs 9 óra, fél a 9 van. Na, mindig betöltés, picit level upping voltam a karaktert. Bizonyám. Most már 12-es szinten vagyunk, azt hiszem, hogy az előző részben, amikor megdöglöttünk, még csak 5-ös szinten voltam. Ronnal, most már 230 HP, 80 mana. Ugye speciálisból ezt már mutattam, hogy van az ívcsapás, meg a dupla ívcsapás, amit a könyvekből tanultunk meg. Illetve a felszerelések között, hát ugye vettem egy-két dolgot. Várj, a tárgyak között, igen. Tehát van 9 gyógyitalom, 4 életitalom, amivel ugye csapattársunkat tudjuk feltámasztani, ami most lehet, hogy jól fog jönni a csontiknál. Mágia gyökérről ugye manapótlás, tűztekercsel pedig hát ilyen támadó jellegű íze, a csontvázak ellen most talán jó lesz. Na úgyhogy akkor menjünk is befele-fele. És eléggé levettem a játék hangerejét, mert az előző részben bár 5%-on volt Windowson belül a emlékcsavar hangja, de még úgy is egy picit üvöltött a fülembe, aztán ezért nem tudtam cizeláltan fogalmazni, hanem egy kicsit ilyen kiabálós jelleggel. Na várjál, nyomjunk itt egy mentést. Igen. És akkor jöjjenek a csontik. Ja, meglepetésszerű támadás. Jó, ezeket lezúzom. Sima támadásokkal. Már volt egy elit kobold is, nála kard volt. Igen. Győzelem! Oké, jöhetnek a csontik. Uramisten, mi történt itt? Igen, ezt már múltkor néztük, de most ezeket át fogom ugrani, ezt a beszélgetést. Oké, mehetünk. Egyébként Szőlősgéi Balázs is ennek a játéknak a folytatását, vagyis hát Pivarcsi Gábor másik játékát, az Amnéziát, amikor végigvitte, utána kezdte el a saját RPG Maker-es játékát készíteni. Amúgy én is így voltam ezzel, csak nem fejeztem be soha. Ha-ha-ha, csak nem olyan gyorsan. Ki az? Ha-ha-ha. Igen, ezt is hallhattátok. Hát ugye ez a Nordacus valójában véve. Ez a férfi. És itt igazából kiderül, hogy mi vagyunk azok a katonák, akiket ugye átalakítottak az elején. Szóval gyakorlatilag bérgyilkosok vagyunk, de valami nem úgy történt, ahogy gondoljuk? Tehát vagy félre sikerült a kísérlet, vagy nem emlékszünk rá, vagy szándékosan nem emlékszünk rá. Még azt nem értem, hogy Nordacus miért úszítja ránk ezt a két élő-halott harcost, hiszen mi igazából egy oldalon állunk, ha jól gondolom. Lehet, hogy ez csak afféle teszt, hogy elég erősek lettünk-e? És ugye nem akkor küldenek egy másik izét, de hát akkor nem küldenek egy másik harcos, mert akkor felégetik az egész Tymen szigetet. Na jó, akkor dupla ív csapást, azt most akkor beaktiválom. Dr. Grant pedig, hát ő is támadja a kettes típus. Jaj, Dr. Grant. Na akkor várjál, először is, mielőtt feltámasztom Dr. Grantet, gyilkoljuk meg ezt a csontvázat. És akkor most adok Dr. Grantnek egy életitalt. Úgy, nagyon kevés élet, és persze, hogy egyből leveri. Hát mindegy, végül is Dr. Grant nem fog velünk tartani. Úgyhogy nem annyira lényeges, hogy ő benne legyen most a csapatban. Tapasztalati pontszerzés ügyileg, mert ugye, hogyha egy karakter halott a győzelem pillanatában, akkor elméletileg ő nem kap XP-t. Legalábbis a Grandia 2-ben így volt. Győzelem! 80 XP, 200 arany. Az ellenségnél volt valami széles karda szerzemény. Nekromanta. Nem is rossz. Azt hiszem, alábecsültelek. Még találkozunk, árnyszülött. Ki lehetett ez? De várja, fel kéne támasztani a dokit, mert ő most elméletileg halott. Na, de lehet, hogy így is el tudja végezni a kötelességét. Miért hívott árnyszülöttnek? Ki vagyok, ha nem az, akinek ismerem magam? Ez jó kérdés, Ron. Nem fog tetszeni a válasz, hogyha majd megtudod.
Na, a középső az egy elit goblin. Rámadjuk az elit goblint, mint a disznajcs. 6 életerőpontot sebződtem. Nesze még egy. Ha! Jó, vállásindra volt valami gyógyítal a szerzemény. Szuper. De jó, hogy utólag most már a hangerőket tudom szabályozni Sony Vegasban. Nem kell így mindent előre. Viszket a fülem. Mindent előre letesztelni, hogy jaj, biztos jó. Biztos nem túl hangos. Na jó, menjünk akkor. Dokkancs. Krisznek a házához, Krisz nagyapjának a házához. Közben még püfölődünk itt egy picit. Igen, gyógyító, hogy rengeteg gyógyítót lehet szerezni. Igen. Na, itt van a dokkancs. Dr. Grant. Látom, itt van a beteg, siessünk oda. Jaj, Ron, mi van nagyapával? Még nem tudom. Érdekes. Ron, jöjjön ide, beszélnünk kell. Rendben. Ron, ilyennel én még nem találkoztam. A hölgy nagyapja kétségtelenül meghalt. De nem tudom, hogy ki vagy mi ölte meg. Főleg azt nem, hogy hogyan. Sajnálom, hogy hiába jöttem, de én nem tudok rajta segíteni. Talán egy feltámasztás vissza tudná hozni néhány percre, ha szüksége lenne gyógyításra, akkor a faluban megtalál, viszlát. Hát van nálam 3 életital. Ron, mi történt? Miért ment el a doktor? Krisz, sajnálom. Nem! Miért? Ez nem lehet. Micsoda borzalom kezdte elszedni áldozatait? Kik ezek a fekete alakok? Kik? Nem tudom, de ennek utána kell járnom. Akkor én is veled megyek. De ez nagyon veszélyes lehet. Nem érdekel, megölték. Ennyivel tartozom nagyapának. Rendben. Az orvos azt mondta, hogy egy felélesztés varázslattal vissza tudjuk hozni pár percre az életbe. Akkor talán kiderül, hogy mi ez az egész. Ron, ígérd meg, hogy segítesz. Rendben. Köszönöm. Chrissy ismét csatlakozott. Nagyapa, megbusszuljuk a halálodat. Na. Amint azt látod, kedves Krisz, én már kiraboltalak itt menet közben. Viszont ha már csapattag vagy, akkor talán nem ártana egy kicsit gatyába rázni téged. Fejpántot adok rád, illetve bőrpáncélt. Egyéb az nincs, tört azt tudsz használni. Szuper. Speciális képességed nincs. A mindenek házát nem biztos, hogy hülyeség lenne ismét meglátogatni. Várjál, csak nézd már meg most a izi naplóját, hogy mit mond Krisz. Kertek gyöngye, meg is látszik a kert, igen. Krisz naplója, nem vagyok olyan szemét, hogy olvassam, ha, tehát... Igen. Hogy akkor szokott olyan lenni, hogyha egy újabb csapattag van a csapatban, hogy mást mondanak egy adott szituációban. Jó, mély kút, ennyi. Na, hát akkor tulajdonképpen most a mindenek házát azt meglátogatjuk. Tényleg azt nem is tudom, hogy harc közben lehet-e gyógyulni. Nem gyógyulni, hülye vagyok, védekezni. Mert az jó lenne. Mindjárt meg is nézem, tehát harc. Igen, és akkor Chrissy pedig nem csak speciális támadás vagy tárgy, nincs védekezés, kár. Mert akkor, hogyha nagyobb csatákba bevinném, akkor ugye védekezéssel azért csak nem tudnák egyből kiütni, és akkor ugye a tapasztalati pontokat gyorsabban szedné magára a szinteket. Mert ő még csak 5-ös szinten van.
most már... Ja, még csak kettes szinten volt, most már hármas. De egyébként elég gyorsan lehet fejlődni. Na akkor ő... Ja igen, a manapontokat azt úgy lehet visszaállítani, hogyha alszunk. És úgy látom, hogy Kriszi elég sok manapontja van. Még hármas szinten is több manapontja van, mint nekem összesen. Na várj, akkor menjünk be akkor ide. Újabb látogatás? 10 arany lesz. Miért is ne? Ja, meg ugye nem csak emiatt jöttünk ide. Hanem a színdarab miatt is kíváncsi vagyok, hogy most történik-e valami. Hát, úgy látom, hogy... nem. Hát pedig van. Jó, mi nem vagyunk színészek, én harcos vagyok, ő meg valószínűleg mágus. A kis csaj, de attól még beléptünk volna szívesen. Igen, na kíváncsi vagyok, hogy Krisz meg lehet tanítani itt valamire. Jó, most ezt nem olvassuk-e a... Jaj, ne, nem akartam elolvasni. Jó, itt már csak ilyen izékönyvek vannak, tutoriál könyvek. Ja. Jó. Jó, az nem. Veszi? Veszi. Jó van, megijedtem, hogy nem. A tolvajok nagyjaiból kifelejtették Frank Gerettet, a tív főhősét. Na nézzük. Na, nagyon érdekes. Ijásztól gondolom semmit nem tudunk tanulni. Na miről akarsz, hogy a mágiáról? Ha, a mágia nagyon bonyolult dolog, nem hiszem, hogy megérteni. Én nem erre gondoltam, igen. Úgy látszik, hogy akkor őtől semmit. Na jó, mindegy, a varázsszó az legalább megvan. De érdekes, úgy emlékszem, hogy mintha találkoztunk. Ja, persze, az a faluban volt az a karakter, akitől lehet mágiát tanulni. Hát végülis akkor itt vagyunk, helyben vagyunk. Jó, hát akkor nem sok értelme volt ide bejönni. Újra. Takarok. Tulajdonképpen... igen, azt hiszem, hogy itt, igen, itt volt. Ez az a mágus. Jó napot, lenne egy kérdésem. Csak tessék. Ismeri a felélesztés nevű varázslatot? Nem, de a szigeten vannak még mágusok. Kérdezősködjön, hát ha valaki ismeri. Ja. Hát igen, itt ilyen tekercsöket lehet venni. Hát egyelőre jól el vagyunk, szerintem látva. De úgyis fogunk találni rengeteg mindent. Üdv, én vagyok a Vándor mágusmester. Ha a hölgy akarja, akkor megtaníthatom 3 varázslatra. Oké, okay. Rendben. Shakalim Rata! Hisz megtanulta a tűzcsapás varázslatot. Inthalamach! Megtanulta a gyógyítás 1 varázslatot. Ekalim! Hisz megtanulta az ellenméreg varázslatot. Ja, még valami ismeri a felélesztés nevű varázslatot? Én nem, de a szigeten lakik egy varázsló, aki ismerheti, csak a tornya láthatatlan, és én nem tudom a varázsszót. Kérdezősködjön, hát ha. Itt már csak ilyen cuccokat lehet. Jó van. Na, érdemes volt körülnézni, látod? Akkor... fenn mit is lehet? Ja, ez az utazási iroda, ugye? Ja, nem. A beteg gyerkőc. No, most kíváncsiságból felmegyek a fenti szintre. Á, még mindig fekszik a kis csaj. Szegény nagyon beteg lehet. Játék végén visszajönnénk ide, és még akkor is beteg lenne. Még
igen, itt lehet aludni. Aludjunk is egyet, hogy a manappontjaink azok jöjjenek vissza. 10 arany. Bőven belefér. Remélem jól aludt, jöjjön máskor is. Na-na. És most már fullon vagyunk, gyerekek. Egy pillanatra azt hittem, hogy elerett az eső a játékban, nem is emlékeztem ilyen faszántos effektre. Fegyverbolt, igen. Na nézzük, mik vannak itt. Rövidi. Wow. Plusz 23. Mennyi aranyom van? Hát lehet, hogy akkor ezt... Igen, ezt megvettük. Ja, mi várja, van egy fegyver, amit szereztünk. Tényleg, most gondolkozok. Csak azt, igen, nem tudom használni, mert az... Azt Ron nem tudja használni. Majd Drake fogja tudni. Várja, akkor tör helyett így... Fú, Hux helyett 43, azért ez komoly előrelépés, hallod. És szerencsé, hogy nyilvesszőket nem kell külön venni. Úgy tudom. Na mi van még itt, ami esetleg olyan, hogy izé, köpeny, Ron, fém, hoblokpánc. Kivert bőrpáncéva. Jó, azt hiszem, hogy így rendben vagyunk, akkor szépen felszerelem a dolgokat. Szuper. Ez az. Szuperek vagyunk, na. Akkor ami nem kő, azt szépen eladjuk. Fegyverek közül a széles karót azt nem, de a tört azt igen. Páncélból gyakorlatilag ezeket eladhatjuk. Úgy bizony. Fontos tárgy az nincs, de hát azt nem gondolom nem is lehet eladni. És akkor így, szuper. Mennyi pénzünk van? 755 arany. Jó, hát nagyon könnyű pénzt szerezni. Amúgy. Na most azon gondolkozok, mi legyen a következő célpontunk. Közben nyomok egy mentést. Hát ugye ismerem a jelszót a toronyhoz, de én úgy emlékszem, hogy ott eléggé húzós ellenfelek vannak. Tehát oda még most ilyen alacsony szinten nem biztos, hogy célszerű lenne ellátogatni. Sziklavölgy, északkelet, magas hegység, dél, Declan. Itt van ez a furcsa régió, de itt nem történik semmi. Tehát ide szerintem majd valami küldetés fog elvezetni. Itt hiába. És itt akármennyit járkálhatok össze-vissza, akkor sem támadnak meg. Hú, 145 ponnyi. Sebzés. Amandóha. Végső soron megpróbálhatjuk a tornyot. Még szerencsé, hogy lehet menteni ebben a játékban. Hú, milyen gyakran támadnak most. Úgy bizony. Na, nyomjunk ki mentést. Démonfa. Mi a varázsszó? Darnetal. Darnetal, Darnetal, Darnetal. Uhú, shit! Oké, nyomunk ki mentést. Még egyet. Na, nézzük. Mágus torony. Aha, értem. De hogy akarod kiváltani belőle? A terv második része, vagyis a csatlakozás érdekében már megtettem a szükséges lépéseket. Helyes.
Üdvözöllek a tornyomban. Ki beszél? He-he-he. Ha feljutsz a második emeletre, akkor megtudod. Olyan ismerős ez a hang. Nekromancia mesterfokon. Nekromancia? A könyvtári mágus nem is említette, hogy a torony ura fekete mágus. Itt valami nem stimmel. Lélekbörtön. Brrrr, kőkemény fekete mágia. Ezen a polcon nincsen semmilyen érdekes könyv. Ezen a polcon nincs. Oké. Oh my god! Első emelet. Tetszik a hullagyűjteményem? Hamarosan gyarapodni fog két taggal. Majd meglátjuk. Milyen a memóriád? Kapkodd a szemed, ha-ha-ha. Jaj-jaj. Új-új-új. Ajjaj, már most elfelejtettem. Ezt lehet, hogy fel kéne írnom. Szégyen, nem szégyen. De... ezt fogom megcselekedni. Most gondolom tök előről kell kezdeni, mi? Ajá, felrajzolom magamnak a dolgokat. Egy elejjebb itt, igen. Akkor... itt is van egy, igen. Itt is van egy, meg itt is van egy. Na, most gondolom, hogy tök előről kell kezdeni. Vajá, egy, kettő, három. Nem. Három. Négy. Azaz. Öt. Nem. Ajá. Tűzcsapás. Jajaj. Szuper. Kriszi 5. szintre lépett, na vagy gyógyítsuk. Mondjuk most sima gyógyítal is megteszi. Oké. Okay. Na akkor még egyszer, tehát akkor nem az ott már. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Na, most ha bejelöltem az ötöst. Most már nem fogsz ki rajtam többé. Ez az. És kész. Lutty. Yeah. 20-as ikummal megfejtettük. Jaj ne. Jaj ne. Kinyílt egy fal. Na de várjál. Aha. Akkor ez csak ennyi lenne? Eme feladvány? Emlékszem, az amnéziában van is egy ehhez hasonló. Is van egy ehhez hasonló feladvány, csak ott az még nehezebb, mert egy szellem elől is menekülni kell.
Aha. Ne. Mi a fene? Lássuk a harc tudásod. Nem tudom, ez mennyi manát ad vissza. Elég sokat. Dupla ívcsapást, azt még tudok adni. Ja, nem tudok, bocsánat. De szerencsére Chriszt itt nem nagyon támadják. Chriszt. De mégis. Hú, jó van. Győztünk, gyerekek, győztünk. Nem rossz, már várlak. Na várja. Várja. Vár rám, hát én megmondom, várja. Jó. Viszont várja, lehet, hogy itt akkor fel kéne tankolni. Mágia gyökér. Na majd már nincs több, oké. Okay. Jó van. Huha, kettő közül melyiket húzzam meg? De neki egyáltalán miért? Ja, mind a kettőt meg kell, és akkor kinyílik valami? Interesting. Ja? Ja? Már látom, hogy mi nyílt ki. Remélem, ti is látjátok. Bugy, bugy, bugy. Ú, te jó ég. Hála az égnek, végre. Ki maga és miért van ide bezárva? Én vagyok a torony ura, de egy nekromanta elfoglalta és idevetett. A mágiám nem elég erős ahhoz, hogy kiszabaduljak. Én sem tudom kinyitni, hiszen én még varázsolni se tudok. Te, Chriszt? Sajnos én sem. Üzzék el a nekromantát, és akkor a rácsok eltűnnek. Megpróbáljuk. Köszönöm. Ja igen, uram, ismeri a felélesztés nevű varázslatot? Igen. Ez a börtön mágia védett, de ha kiszabadulok, akkor megtanítom a hölgynek. Ön sajnos nem rendelkezik elég mágia potenciállal a varázslat megtanulásához. Ron, Chriszt, rendben. Rendben. De hol is van a... Az a Galád mágus, nekromanta. Hunn van? Fölcint. Na, azért, hogyha már ideig elvittük, akkor nyomok azért itt egy mentést. És akkor mehetünk Visznya fele. Valamit ott benézhettem. Tehát akkor... Ja, csak... Az a kapcsoló, azt hiszem...
Valószínűleg az lehet, hogy nem kell minden kapcsolót meghúzva tartani. Ja nem, nem is lehet visszaállítani. Megpróbálom azt a kapcsolót ott lent. De azt is már meghúztuk. Valamit nem veszek észre. Itt nincs semmi. Ja, ott van fent, oké. Ajjaj. Talán a másik. Talán ha mindkettőt egyszerre tudnám átkapcsolni. Figyelj Krisz, próbáljuk meg egyszerre átállítani a két kapcsolót. Oké. Mehet. Akkor háromig számolok. Háromnál kapcsoljuk. Egy, kettő, három. Ez az. Jól csináltad. Köszi. Ott a jó ég. Hagyja el a tornyot. Tüstént. Igen. És miért tenném ezt? Maga. Megint maga. Meglepődtél, ányszülött. Ne hívjon engem ányszülöttnek, a nevem Ron. Akkor legyen hát Ron. Hívhatod magad, aminek akarod. Hogy állsz a küldetéseddel? Miféle küldetéssel? Jól van, működött a varázslat. Miféle varázslat? Majd rájössz, ha eljön az ideje. Most azonban nézzük, milyen erős vagy. Ajjaj. Konkrétan a egyik fő boss. Hát nem vagyok annyira erős. De azért beleadok apait, anyait. Nordekus sértetlen. Egyébként azt hiszem, hogy nem hiszem, hogy le lehet őt győzni. Ezen a ponton. Tehát itt most tankolhatnék be életerő italt. Nem hiszem, hogy sok értelme lenne. Haha, nem rossz. Nagy hasznára leszel még te a birodalomnak. Én? Miért? És maga amúgy kicsoda? A nevem Nordacus. Legyen elég most ennyi. Később úgyis mindent megtudsz, ányszülött. Várjon, mibe keveredtem bele? Mi ez az egész? Ha-ha-ha. Mi ez? Gyerünk fel a tetőre, valami készülőben van. Mi volt ez? Ha jól láttam, akkor a birodalom egyik léghajója. Csak nem lebombázták Declant, de miért? Mit ártott az a falu a birodalomnak? Szerintem semmit. Chris, az az érzésem, hogy a nagyapád halálában is a birodalom keze van. Ha ez így van, akkor csatlakozniuk kell az ellenálláshoz. A hadiszállásukra a lejárat a ligetben van. De vigyázzanak, mert sok ott a szörny. Az őröknek mondják azt, hogy éj folyosó. Honnan tudja maga mindezt? Én is az ellenállás tagja vagyok. Folytassuk a beszélgetést lent, mert itt kissé hideg van a csövegéshez.
Rendben. A ligetben egy ősi szerkezet romjait találtuk, amit megszereltünk, és a segítségével lesüllyedtünk a föld alá. Ott van a hadiszállásunk. Rendben. Meg tudná akkor tanítani nekem a felélesztést? Persze. Eron Dachon. Chrissy megtanulta a felélesztést. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nézzenek körül a könyvespolcon, hát ha találnak valami használható varázslatot. Ja, mielőtt elfelejtem. A lejáratot egy olyan növény alatt találja, amilyenből nincsen másfajta a ligetben. Szuper. Elektromos kardharc. Aha, ezt nekem találták ki. Villámvágás megtanulva. Yes. Méregtelenítés. Már ismeri a varázslatot Chris. A jégmágia titkai. Mintha ezt olvasta volna a mágus nyugodjék békében Declanban. Jégmágia? Megnézhetem éppen. Chrissy megtanulta a jégcsapás varázslatot és a jégeső varázslatot. A tűzmágia alapjai. Á, Hydron, már ismerem. Magas fokú alkímia. Nem éppen a gyógyital keverése az erősségem. Tűzvész. Na, hadd lássam. Megtanulta a tűzlabda varázslatot. Lejárt az időn. Könnyű sebek gyógyítása. Igen, ezt már ismeri. Kardozás fortéjai, ezt már olvastam. Na, hát gyakorlatilag akkor megfejtettük a torony titkát, gyákát. Rendeződött is a dolog, ahogy elnézem. És szépen mehetünk kifele-fele. Még ezek a csontvázak, nem tudom. Tényleg csak a Nordacus hozta ide, ijeszgetésből. Szegény varázsló majd hova fogja pakolni ezt a sok csontvázat. Meg a könyvek. Úgy látszik, a varázsló nem cserélte ki még a könyveket. Na, itt Pivarcsi Gábor figyelt. Lélekbörtön. Brrrr, kőkemény fekete mágia. És ezen az oldalon? Semmi. Továbbra sincs semmi. Jól van. Jó terv volt, Nordacus. Most már csak meg kell várni, amíg csatlakozik. Akkor jöhet a terv harmadik része. Harmadik? Miféle harmadik? A terv csak két részből állt. Nem említettem volna a terv harmadik részét? Nem. Mi az? A hatalom átvétel. Mi? Mit akar ez jelenteni? Ösi! Unareldoch! Öh, segíg! Mi volt ez a zaj? Uram! Meghalt! Halál az árulóra! Azt hiszitek, megállíthattok? Árnylényeim, írtsatok ki minden élőt a kastélyban, és indítsátok be a gépet. Igenis, mester! Közeleg az idő. Na jó, nyomok itt egy mentés, gyerekek. És innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy velem tartotok következő alkalommal is. Kezd beindulni a játék. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.